Április végétől felfelé ívelő a járványhullám, mondta televíziónknak Juhász Zsuzsa gyermekorvos. A betegség megállításának kulcsa, hogy minél előbb diagnosztizálják, hiszen a kór nem csak erősen fertőző, de kezeletlensége súlyos következményekkel, akár halállal is végződhet. A tünetekben a magas láz, ami nagyon jellemző, az elesettség, a torokfájás. Ha vizsgálattal megnézzük a torkát, akkor nagyon-nagyon vörös torkot látunk, és ami a nagyon jellegzetes, a málna nyelv. A málna nyelv ez felhívja a figyelmet a kórokozóra. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy fehér lepedék, amin a papillomák vörösen, mint a málna, kitűnnek. Nyirokcsomói ritkán nagyobbak, nyirokszervei fájdalmasak, ezért a hasi nyirokcsomók is, ha megnagyobbodnak, akkor még hasfájás, hányás, hányinger, rossz közérzettel jár. A bőrtünetek szintén nagyon jellemzőek, az egy durva, érdes bőr. A bőrön kitüremkedő kis apró tűszúrásszerű petechiák, amik úgy néznek ki, mintha egy vörös grízzel lenne leborítva a fehér alap. A fehér alap, illetve ha a bőrt megnyomjuk, akkor a fehér alap kitűnik, eltűnnek ezek a vörös kis kiütések, és utána újra előjönnek. Ez jellemző a skarlátra. Ránézésre a kicsi egy nagyon elesett, bágyadt gyermeket és bőrpirt, az arcán kifejezett bőrpirt láthatunk. A bőrpir az azért is annyira kifejezett, mert a száj körül jellegzetes fehér bajusz van, tehát egy fehér száj körüli elszíneződés, aminél utána lüktetően látszik az arcpir. A láz az lázcsillapítás a legfontosabb. Tulajdonképpen, ha a bőrtünetek nincsenek meg, tehát a kiütés nincs meg, akkor is ez a kórokozó, amit a streptokokkusz, egy gennyes fertőző betegség, a streptokokkusz biogénész okozza, tehát torokgyulladást is okozhat. Bőrtünetek nélkül gennyes torokgyulladásnak, bőrtünetekkel skarlátnak nevezzük, akkor is természetesen jellemző a csúnya torok és a málna nyelv. A vérbe kerülő baktérium ugyanis megtámadhatja a szerveket, a gennyes középfülgyulladás mellett elérheti a szívet, a vesét és vesemedence gyulladást okozhat. A skarlát az eleve egy nagyon veszélyes betegség, ha nem veszük észre, ugyanis szövődményeket okozhat. A skarlátot többször el lehet kapni, pont ezért, mert mivel ennyire veszélyes, azonnal antibiotikum terápiával jól kezelhető a streptokokkusz fertőzés, így nem fog okozni tüneteket, szövődményeket. Szövődmények lehetnek, ami a legfontosabb a szív, szívizomra, szívbelhártyára, illetve a vese szövődmények kisereg. De lehet még veszélyes. Ilyenkor természetesen, hogyha egy streptokokusz fertőzésre van gyanunk, akkor utána vizeletet, egy kontrollnál, valamint szükség esetén, ha hallunk, vagy fáradékonyságról panaszkodik, vagy hallunk szívzőlejt, akkor egy EKG vizsgálat is szokott történni. Hazánkban a betegség lefolyása szerencsére enyhe, ám ez nem a skarlát gyengülésének, hanem a gyermekorvosok felkészültségének köszönhető. A legtöbb esetet a fertőzés követő második-harmadik napon felfedezik, így időben elkezdődhet a kezelés, és elkerülhetők a súlyos szövődmények. Szintén fontos, hogy már az első tünetek megjelenésekor elkülönítsük a beteget, és minden használati tárgyat fertőtlenítsünk.